Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez a jóslás minden csillagjegyre vonatkozik. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kér tőlem egy havi személyes jóslást, a díja 4000 forint. Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy minden hónapban megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy kedvezmény, egy jóslás indiai asztrológiával együtt 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megnézzük azt, mi vár rátok október hónapban. Ez a férfi megjelenik itt az első sorban. Ez utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor jelenti a lelki társadat. Mivel az első sorban van, nincs fölötte kártya. Az azt jelenteni, hogy az mutatja a gondolatait, de mivel nem látható, ő olyan zárkózott, titokzatos, nem engedi meg, hogy valaki bepillantson az ő gondolataiba, nem beszél a terveiről. Sőt, előtte megjelenik ez a könyv, utal szintén az ő zárkózottságára, persze tudásra, tanulásra is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és a fejed fölött lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Te gondolsz erre a férfire. Azon kívül megjelenik ez a virágcsokor. Ez jelenthet egy kellemes meglepetést, a szépséget, vagy hogy tervezel valamit, szeretnél valamit megszépíteni, mint például a házat, tehát az otthonodat. Ez a virágcsokor lehet egy kellemes meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék is. Te elgondolkozol a párkapcsolaton, hiszen megjelenik a szerelem, sőt ez a férfi is a közelben, de a szeretet is, és ez együtt van a házzal. Ez lehet a családi kapcsolat is. Vagy tervezel egy költözködést, akkor ez megvalósulhat, mert a ház és a gólyák gyakran ezt jelentik, sőt, itt ezzel a kulccsal kinyílik egy ajtó, és a gyűrű meg, ez a levél utalhat szerződésekre, adásvételi szerződésekre, vagy bérletre. Amin még elgondolkozol, az a fa, hiszen keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Kihat a párkapcsolatra, kihat az otthonodra is. A fa jelenthet egészségügyi témákat, amennyiben van vagy volt betegség, itt javul a helyzet, hiszen a nap jelenti az életerőt, a gyógyító erőt, és itt a gólyák jelentik a változásokat. Előtted megjelenik a ravasz róka, légy azért kicsit óvatos, különösen, ha döntésekről van szó, mert a róka mellett vannak az utak, jelentik a döntéseket, és előfordulhat, hogy október közepén nem helyes döntést fogsz hozni, sőt, arra is utalhat a ravasz róka, hogy van egy hamis nő a háttérben, aki útban van hozzád, és meg akar bántani téged, tehát légy óvatos. De itt a remény, hogy szerencse lesz. A hold jelenteti az anyukádat, ezek régi témák, de megvan a remény arra, hogy legyen beszélgetés, kitisztuljon valami.
Amennyiben már nincs életben, az anyukát mégis megvan itt a kapcsolat, hiszen energiailag mondhatnám azt, hogy útban van hozzád, sőt, itt látható a remény. Amit ez a kártya még jelenthet, egy utazás vagy külföldi kapcsolatok, egy utazás tervezése, az nem a megfelelő időpont, hiszen ez a ravasz róka óv most ezektől a döntésektől, hiszen itt látható, hogy valaki van a háttérben, meg akar bántani téged, tehát fontos az, hogy átgondolj mindent, és úgy valósítsd meg a terveidet, ahogy te szeretnéd, nem kell, hogy mások ebbe beleavatkozzanak. Ő ezekkel a kártyákkal van egy vonalban, itt látható a szerencse, boldog veled, de ez a koporsó jelenthet örökösödési ügyet is. Itt anyagiakról van szó, problémákról, nehézségekről. Vagy vannak nála félelmek, hogy az anyagi helyzet úgy megakad, és lesznek kiadások, anyagi problémák. Ő veled egy vonalban van, kettőtök között megjelenik a levél, a kapcsolat, a hír, de itt a felhő is egy vonalban van veletek, valami még átláthatatlan, de október végén ez eltűnik, hiszen a felhő mellett ott vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, eltüntetik a felhőt, előre mennek majd az események, és kitisztul valami. Ez a kártya jelenti a mozgást, ez lehet sport, vagy autó, és egy autó eladása, vagy vétele, az nem a megfelelő időpont október végén, itt valami átláthatatlan, ezt el kellene akkor halasztani novemberre. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, látható a magabiztonság, a döntéseket hoz, de kell még neki ehhez az erő, hogy biztos legyen a dolgában. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal állsz egy vonalban, kisüt a nap, megvan a gyógyító erő, változik valami az otthonodban, lesznek új kapcsolatok, bizonyos dolgok olyan hirtelen történnek, amikor nem számítasz rá. Ha óvatos vagy döntéseknél, akkor a kasza tud segíteni, a hamisságot el tudja vágni, el tudja távolítani. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, a szerelem, az otthon, a mozgás, a változások nagyon fontosak számodra. És most megnézzük, hogy mi történik az egyes hetekben. Első hét, október hónapban itt látható. Ez a férfi áll a középpontban, de zárkózott, nem beszél a terveiről. Előtte a könyv, lehet tudás, tanulás, továbbképzés, és a kereszt az jelenti a hitét, ő hisz abban, hogy javulni fog a helyzet, a munkát, a hivatást illetően, még itt tanul valamit, ez a horgony jelenti a munkát és a hivatást, és keresi azt az utat, amikor elmondhatja azt, hogy igen, ez, ami lelkesít engem, és akkor az olyan hűségesen megmarad, nem kell állandóan változtatni a munkahelyet. Ez a kutya lehet barátság, munkahelyi kapcsolat is. A háta mögött a virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet, vagy meg akar ajándékozni téged, itt van a szerelem, a biztonság érzete, a gyógyító erő, és a nap, az megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok. Itt még zárkózott, de majd eljön az ideje annak, hogy megváltozik, nyitott lesz majd a terveiről beszélni. Második hét, október hónapban itt látható. Ez a torony lehet egy nagy cég is, vagy valaminek a kiépítése.
A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, ahol tisztázódik valami. Itt meg lesz a szerencse, kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, és lesz egy irat, egy dokument, vagy egy szerződés. Ez összefüggésben áll a családi témákkal. Itt lesznek kapcsolatok, változások. Itt a ház körül a változás, és ez a szerződés lehet egy költözködés is. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Vannak szép gondolatok, tervek, de légy óvatos a döntéseknél, és ne mondd el másnak, hiszen egy hölgy a háttérből figyelget téged, kíváncsi arra, hogyan szeretnél dönteni. Lehet, hogy lebeszél róla, hiszen meg akar bántani, vagy egy rossz útra szeretne terelni téged. Bizonyos dolgok lezárulnak, itt meg lesz a könnyűség, a beszélgetés, a hold jelenteti az anyukádat, te utal az érzelmekre is, itt van a remény, hogy szerencse lesz. Ez a kép jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat is, de ezeknél a döntéseknél légy tényleg óvatos. Az is lehet, hogy nem a megfelelő időpont most egy utazást tervezni. Utolsó hét, október hónapban itt látható. A park jelenti a nyilvánosságot, az elismerést, itt az anyagiakról is szó van, de vannak még itt kiadások, valami blokkol téged anyagilag, vagy vannak nehézségek, de a koporsó ezt le tudja zárni, és lesz egy új irány, egy új kezdet, erősödik valami, ez lehet egy nyeremény, és a kasza elvágja a hamisságot, vagy a negatív gondolatokat, terveket, és akkor így előre mennek az események. De valami még október végén átláthatatlan, amit az egerek ugyan eltávolítanak, de itt most a mozgás, vagy egy autó eladása, vétele nem a megfelelő időpont. Itt vannak anyagi nehézségek, a szerződéseknél valami átláthatatlan, halaszd ezt el november hónapra. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!